Sziasztok! Ez itt az Új Pes Központ Podcast. Lukovics Andrással és Fekete Balázssal. Három mérkőzést játszottunk le a legutóbbi adás óta. Ezeket fogjuk először átbeszélni első körbe, de mindenek előtt, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, meg Facebookon is. Ezt milyen jól elmondtam. <laughs> Ahogy szoktam. <laughs> Oké, tehát három mérkőzés, ebből kettő már kicsit régebben történt, mint a legutóbbi kisvárda elleni, úgyhogy ezen az első kettőn igazából átszaladunk, aztán jöhet a többi program Vágjunk is bele, ne húzzuk az időt ilyesmivel. Szóval a negyedik fordulóba a Paks otthonába látogattunk, ahol sajnálatos módon mindazokon, mindazok után, hogy az első három fordulóban veretlenek voltunk, itt 3-0-ás vereséget szenvedtünk szenvedtünk meg. <laughs> Egyébként igen, meg is szenvedtünk, és itt szakadt meg ez a remek sorozat. Jújicsról kiderült, hogy nem csak az ellenfél kapujára, hanem a sajátunkére is veszélyes néha, hogy az ő ongójával szerzett vezetést. A Paks egy perccel később Szabó Bálint már 2-0-ra változtatta a mérkőzés állását. Mint ahogy a gólok gyorsan változtak, gyorsan két piros lap is kiosztásra került a 40. percben. Tim Hall és Szabó János Egyaránt mehettek zuhanyozni. A 79. percben volt egy, egy borzasztó banai hiba, ezen is gyorsan lépjünk túl, ebből bőle hathatós közelműködésével gól született, így lett 3-0, és a végén még Peter Ambrose fejelt egy kapufát, de a, a szépítő találat sem jött össze. Aztán mit akarok még elmondani a meccsről? hogy sima vereséget szenvedtünk mindazok dacára, hogy egyébként a mezőkövest elleni összeállításon a Nebojsa öt helyen is változtatott a kezdőn, de ez nem, nem hozta meg a várt, vagy nem, nem hozta meg a kívánt eredményt. És ugye az egyik legszembetűnőbb változtatás az az volt, hogy Nikolic helyett a Banai védett, azonban, mint az imént említettem, ugye hát itt sem élete formáját hozta, bár igazából szerintem ezen a meccsen az egész csapatról el lehet mondani, hogy igazából semmi sem sikerült. Mondjuk ilyen meccsek vannak, de hát igen, ez felejtsük és elgyorsan ezt a Paks fiaskót. Menjünk át az ötödik fordulóra, amikor a Zalaegerszeg látogatott, ki, látogatott hozzánk, mi meg személyesen kilátogattunk a stadionba, ezt akartam mondani. Itt kettő egyre nyertünk, Csobot az első percben megszerezte a vezetést, egyébként igen, Tóth Ákos, aki felkerült a, a felnőtt csapatba, Igen. kezdőként kapott játék lehetőséget, és azt kell mondanom, hogy ne, nekem nagyon tetszett, amit, amit láttam tőle, és uh -huh. de erre is majd kitérhetünk később. Szóval vastagon benne volt a gólba. <laughs> volt egy irgalmatlan nagy Zalaegerszegi kapufa, hogyha emlékszel, uh -huh. illetve újdonság volt ezen a meccsen, hogy Bonainak voltak bravúrjai. Igen. <laughs> Ezt meg, meg tudod erősíteni. Egyelőre csak hallgatlak, is a szavaidat. Igen. Kicsit belemegyünk jobban ebbe a mesében. Menjünk, menjünk. Jó. Um, Vagy még felvázoljam, hogy mi minden történt, sektébe és utána. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Aztán a Zalaegerszeg egyenlített, de ez köszönhető volt annak is, hogy az első 20-25 percet követően átengedtük nekik a területet, meg még visszahúzódtunk, de számomra teljesen érthetetlen módon. És igazából ugye, egyenlített az Alágerszeg, és rendkívül gyorsan, két percen belül már meg is jött rá a válasz. Peter me megzörgette a zalaiak hálóját, így alakult ki a 2-1-es végeredmény, és magunknak tettük nehézé ezt a mérkőzést. Azt hiszem, ezt mindenképpen elmondhatjuk. Sokkal simábban kellett volna legyőznünk az Alágerszeget. Igen, abszolút egyetértek. Én egy 4 0 győzelmet tippeltem nem jött erre be. a meccsre, nem jött be. Sokkal simább eredményt, győzelmet vártam volna magunktól. Ugye az alegerszeget több szempontból is húzza az ág, illetve ugye volt azt mondom, mi meccsünk után ráadásul pont egy szurkolói ankét is, ahol tulajdonképpen a, a tulajdonos és a, és a sallói mint sportigazgató, a, hát tulajdonképpen szurkolókat tette felelős, mindegy, zárja bezárva. Ez nem a ehm, Viszont Isten. ugye adogatták el a játékosokat, ugye azt is hallottuk, hogy az Ikoba az tulajdonképpen sztrájkolt, tehát ő addig nem volt hajlandó játszani a, a csapatban, míg a Boyer az edző. Ugye azóta már eladták őt, tehát de ugye ellenünk sem volt a keretbe, ami szerintem azért egy, egy, egy nagy érvegás volt nekik. És uh, igen, visszatérve a meccsre, hát Zalagérszegről a szervezett szurkolói csoport nem érkezett meg. Ja, ezt, ezt, ezt megemlíthetjük. Annyi baj legyen. Igen, tehát erre, erre e, mindenki mondja le a konzekvenciákat. Um, ez volt az első benyomásom. A második az, hogy rohadt meleg volt. Voltak kitéve plusz sörpontok. Ami, Mindig legyenek kitéve ami plusz egy, ami egy piros pont, egyébként. És igen, tehát a, a, Kevinnek a gólja az, az megadta az alaphangot. Egy, egy korai gól volt, azt mondom, a harmadik percben, második, harmadik percben. A második. Szereztük meg a vezetést. Kis Tamás beadásából Kevin robbant be, megelőzve a védőjét is. Igen. De a kis Tamásnak ki a labdát, a ma már emlegetett Tóth Ákos. Igen, igen. Ezt, ez fontos megemlíteni, hogy ő már a második percben olyan labdatartást és leosztást ö, tudott elővezetni, amit mondjuk nem tudom, tavaly, vagy, vagy, akár most is Ambrose-tól sokat látni. Bár tegyük hozzá, hogy az Ambrose sokat fejlődött. Sokat fejlődött. Nagyon sokat fejlődött, de az is igaz, hogy volt honnan elindítani ő ezt a fejlődést. Abszolút. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ez a kalapek, aki úgy be volt oltva a gól ellen, meg a mozgása is borzasztó hát, volt. Meg a futball ellen. A... Igen. 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 Én nem is tudom, hogy egyébként ő miért nem hagyta abba már gyerek. A... Vagy nem, ezt, Ez még az előző szezonban gondoltam, tényleg rendkívül sokat fejlődött ahhoz Igen. képest. De azt, ahhoz képest, tehát hogyha úgy nézzük, hogy egy 18 éves kisrác, első élete első NBA-es meccsén így száll be, és, és egy fél időt lenyomott ugye szerintem egész jó szinten. Abszolút. Akkor, akkor azért van szerintem gondolkodni való, hogy lehet, hogy többet kéne játszatni. Én egyébként hiányoltam a, a, a elleni meccsen, hogy ő hogy, hogy nem hogyha, hogyha pontosak az információim, akkor egyébként azért csak egy fél időt kapott, mert hogy hogy valami sérüléssel bajlódott, uh -huh. és akkor ezért uh -huh. cserélték le. Nekem, nekem tetszett, vagy abszolút Ígéretes bemutatkozás uh -huh. volt. Így van, így van. Úgyhogy, ja, ja, ja. A lényeg az, hogy behúztuk egyébként a három pontot, még akkor is, hogyha, mint mondottam, rendkívül nehézé tettük magunknak ezt a találkozót. Igen. Simábbnak kellett volna lennie. Nem, nem tudok ezzel vitatkozni. Oké, okay. ez volt akkor az ötödik forduló, majd, most volt pár nappal ezelőtt, most, amikor felveszünk az adást, akkor vasárnap este van. Szóval pénteken volt az Újpest Kisvárda, ami eredetileg Kisvárdán lett volna, azonban Kisvárdán a gyep be beteg a, a, a be beteg a fű. <gül> <gül> beteg a fű, K beteg a fű <laughs> és, és nem, nem alkalmas arra, hogy mérkőzéseket játszanak ott. Ez is egy izzadós meccs volt. Összességében azt ezt lehet Mondani, én nem a helyszínen tekintettem meg, ellenben veled Úgyhogy gyorsan elösszefogom, hogy mi történt, aztán pedig te mondd el a személyes tapasztalataidat egyenesen a Susa Ferenc stadionból. Szóval, itt is az elején esett az első gól, a negyedik percbe. Messanovics, jól mondtam ki, Messanovics hatalmas gólt rugott. Jászmin egyébként a keresztnek Jászmin, oké, okay. arról góllal szerintem a banai nem tehetett, ez, ez el lett találva elég, elég rendesen. Aztán... Na, mondjuk nagyon rá sem mozdult. Tehát. Jó, azért az, egy jó ez egy jó lehet, lehet, lehet ilyen, igen, volt. Igen, nem az igen. ilyenek miatt szoktunk idegesek. Nem, ez a problémánk jel jelenleg a kapusainkkal. Igen. Aztán a csobotnak volt egy gyönyörű sarkazása, aminek a végén Jújics kiegyenlített. Ez az, az, egy zseniális gól. Az, 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 igen, meg a, a is, ahogy megoldotta, mármint a, 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 higgadsága, az, és mit le a kalappal, úgyhogy az ötödik gólját szerezte a szezonba. Az ellenfelek közül, vagy azt számolva, mert ugye van egy <sínt> öngól is. Aztán a második félidőben az előbb dicsért Peter Ambrose ismét beköszönt, Keszláti gólpasszából így alakította a mérkőzés állását 2-1-re. Aztán kiegyenlített a Kisvárda. A emlékeim szerint a Banainak oca nagyon volt esélye. Ugye? <sínt> vagy volt? Nem, nem volt. Nem. És aztán, ami még fontos, hogy ezen a mérkőzésen beállt már Tajti Mátyás is, akiről bár szerintem azt gondoltuk, hogy a kezdőben fog helyet kapni, de mégsem ott, hanem a kispadon kezdett. És az ő szögletét követően született meg Mörsel találta, amivel kialakult a 3-2-es vége. Ez Ambro Ambrose fejelte vissza. Igen, igen de hogy a Tajti... Gól-gól igen, igen, igen. igen. Szóval a, a Tajti szögletéből indult az a az az akció, amiből megszereztük a harmadik, mindent eldöntő találatot, és hosszú hosszabbítás volt, és végül győzelemmel zártuk ezt az összecsapást Igen, így van. Milyen volt a stadionban? Jó, mint mindig. Egyébként milyen jó mez van rajtad. Köszönöm szépen. Elnézést, eddig észre se vettem. Köszönöm szépen. Akkor egy gyors, nagy pár szóba. Erről a mezről, mert ez különleges igazából. Ez volt a, az első Újpest mezem, és ez egy nem hivatalos mez. És ha jól számoltam, most, ahogy eljöttem hozzád a felvételre, ez szerintem olyan 97 környékén lehetett, uh -huh. és ez nem hivatalos mez, ahogy mondtam, ugye még a a, a az Zoomro a szponzor, az a története, hogy nekem hát ugye még kisiskolás korban nem nagyon volt pénzem, elég pénzem arra, hogy, hogy egy, egy, rendes meszt vegyek. És amikor... Sef volna, mint az összes többi gyerek a környéken. <laughs> <az> igen. <gül> <gül> igen. El, Elhamburgereztem a pénzt. Igen. Na mindegy, jó, nem menjünk bele. Uh, és, és, és azt hiszem úgy volt, hogy ezt a meszt valami 8000 forintért vettem még annó. Az Árpád úton volt egy sportbolt, hogyha emlékszel, vagy talán még mindig megvan az a sportbolt. Az, Árpád oh, az még régen, házba? Nem, az Árpád úton, hogy központból mész kifele a igen, 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 igen. városkapuhoz, és akkor ott, ott volt a, a piacnál, volt egy, 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 sportbolt, és akkor ott még azt a hogy árultak egyébként hegyeket is, tehát ott lehetett ja, lehet a jaj, a jaj, jaj. is, meg tehát mindenféle egy újpesti relikviák voltak. És akkor mondta a, 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 csávó, hogy hát ennyibe kerül a, a, a mez, azt hiszem, hogy akkor volt 15 ezer, de van, van ilyen edző mez, 8 ezer És nekem se kellett több. Nekem se kellett több. Mondtam, hogy jó, oké, akkor, akkor legyen ez a, a, az edzőmez, és akkor ez nem volt címer. Ezt külön meg kellett vennem, Újpest címert, és a nagymamám varta föl nekem. Menő. És ugye elég, szerintem elég, elég, elég pontosan Megcsinált a nyugodjék békében. És hát, ahogy látod, igazából ez még most, most is passzol rám, akkoriban. Ne, ne, nem, nem sokat nőttél. A, igen, igen, tehát magasságban nem nem nagyon nőttem, viszont szerintem kétszer, kétszer, kétszer súlyosabb vagyok, mint akkoriban. Ez egy 3 x-es mez. Tehát nem volt sok opcióm, ezt, ezt, ezt tudtam elhozni. És ezt mindig büszkén hordtam, fociztam is, egy suliba, ugye a gimibe, együtt nyomtuk, és nekem ez volt így a, a minden tulajdonképpen. Ebben nem szoktam meccsre járni, meg ugye általában nem mezbe járok meccsre. Én ezeket elteszem, és, és van egy, egy, külön kis polcom a, az újpestes emlékeimnek, emléktárgyaimnak, és hát ez egy ilyen különleges Nekem felbecsülhetetlen ez értéke van, és majd remélhetőleg egyszer átadom majd a fiamnak, hogy... Jól is el. Kösz. Köszönöm szépen. <laughs> Elnézést a kis, szóval, kis, kis igen, igen. Szóval milyen volt a stadionban a mérkőzés? Szóval jó volt, jó volt egyébként a hangulat, a tábor az megtelt, mondhatni. Szerintem igen, tehát nagyon korrekt, nagyon-nagyon korrekt létszámmal voltunk úgy amúgy is szerintem, egy péntek esti meccshez képest, illetve a, 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 ugye a, pályaválasztás megcseréléséhez képest. Viszonylag korán érkeztünk, mivel egy barátomat vittem magammal, aki még soha nem volt Újpest meccsen. Te jó ég. Igen, és ugye találkoztunk a többiekkel, viszonylag korán bementünk egy ilyen fél órával, 20 perccel a, a előtt, és pont kb. a kezdőrúgás pillanatában jutottunk hozzá a a, a portékához. És végül is Bercivel néztük végig a meccset. Bercihez ültünk oda, és, és, vele néztük végig. Szóval ezután is üdvözlünk Berci. Egy törös hallgatónk, mondhatni. És igen, nagyon, nagyon jó volt a hangulat. Kisverdáról nem sokan érkeztek, amit egy kicsit sajnáltam, mivel ugye a várkerti vitézek ők előszeretettel szoktak hazai pályán faszopó újpestezni, és hasonló üdvözlési formákat elővezetni nekünk új de nem tudom, lehet, hogy nem értesültek a pályaválasztás, pályaválasztói jog felcserélésről, és lehet, hogy kisverdán ültek a hát, stadionmal. Na mindegy, ugye ez félretével, félretéve körülbelül egy ilyen 8 kötőjel 10 lehettek a vendégszektorban. És ami nekem, és ezt ugye a három becsülést kivetíthetem, illetve ugye még a mezőkövesdi utolsó perceknek a álmokfutása, egy kapus szemszögből, nekem nekem továbbra is az a véleményem, hogy, hogy, a kapus kérdés az nincs megoldva. Tehát um, tudom, hogy a, a banai Újpest érzelmű kapus, tudom, hogy volt egy jó meccs az Alegerszeg ellen, de, de, de például a Kisvárd elleni meccsen is volt egy-két elég hajmeresztő megmozdulása, megmozdulása, illetve a védőknek is. Tehát így igazából együtt kezelném így a kapus védelem kérdéskört. Tehát például um, ezt, ezt talán nem láttad, nem tudom, mennyire jött át a tévén, de volt egy olyan jelenet, hogy átlöböltek egy labdát a, a mi térfelünkre, és az ánszulásznak csak haza kellett volna passzolni, hogy egy sima hazadást lett volna mondjuk 30 méterről. Mm. Ehelyett ő végig kísérte a labdát a 16-os horkáig, a banai már kijött oda, és ő várta, hogy mutatta neki, hogy hát, tessék, tessék, rúgd el, de hát már annyira közel voltak, és ugye egy csatár volt a, az Ánculász mögött, hogy a, a banai végül is egy ilyen, hát ugye el kellett lőnie, mert az Ánculász nem akart vele csinálni semmit, el kellett lőnie, és ugye, nem tudom, hogy ilyen laposan középre a, a, a védekező térfélnek a, nem tudom, a egy harmadához érkezett meg a labda támadóhoz. Tehát hogy ezek olyan a hibák szerintem, amik egyszerűen nem férnek bele, és ez, ez nem, tök, nem, tök nem, hajmeresztő dolgok. De egyébként múltkor beszéltünk arról, hogy volt valamelyik, vagy volt egyszer egy fél szezonja, amikor, amikor tök jól igen, volt. Igen, igen, De az egyrészt nagyon régen volt, másrészt meg, tudom, határozatlan, nem tudom, totál határozatlan. És né néha nekem olyan érzésem volt tényleg, tehát, hogy, hogy semmi önbizalma nincsen. Tehát egyszerűen be van szarva attól, hogy hibázni fog, és <laughs> ennek eredményeképpen hibázik is. Egyébként nem kéne beszarni, mert nincs semmi veszteni valója. Hát azok tehát. után, amiket már néha leművelt, azok után már lehetne nyugodtabb. Igen. De nem, nem tudom, de igen, abban abszolút egyetértünk, hogy a kapus kérdés az egyáltalán nincsen megoldva, mindazok dacára, hogy az Alágerszeg ellen jól védett. És egyébként bele fogom hogy menni ebbe, hogy kielemezzük így az eddigi ha. hat meccset is, de, de nekem az a, nem tudom, tehát nekem az a gondolatmenetem, hogy hogy például ugye az Alegerszeg ellen is tényleg úgy éreztem, hogy szinte tudatosan álltunk vissza a, 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 vezető gól után, és szerintem ez nem az a védelem, aki aki úgymond meg tudja oldani ezt, hogy lehozni ezeket a meccseket egy kapott, tehát egy kapott gól nélkül mondjuk egy 1 0 ra Nem, egyáltalán nem. Tehát a, a, mi játékunkban én úgy érzem, hogy mondjuk a, a, a támadó játékosaink az, er, tehát a támadó játékosaink az erősségünk, és, és emiatt inkább mondjuk most idézi elbe, a paksi szellemiséget kéne átvenni, hogy próbáljunk minél több gólt lőni, hát úgyis kapunk kettőt. Hát igen, majd maradjunk annyiba, hogy a védelmünk sem, sem túl magas. Sőt, az egész csapat nem túl magas. Hát nem, nem. De... Hát, és ez jó, de ez alapjában véve ez probléma. De, 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 szerintem alapvetően nem is ez lenne, a, nem ez az újpest játéka, hogy ráülünk az eredményre, és, és akkor kibekkeljük, hanem az, hogy, 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 menjünk előre, és, és lőjünk minél több gólt. Tehát szerintem egy ilyen e, támadós képes arra, hogy 3-4 gólt szerezzen. Hogyha egész meccsen, ha egész meccsen e, úgy lépünk föl. Most az lehet, hogy a, az ékünk, most legyen ez az Ambrose, vagy akárki e, elfárad, és le kell cserélni 45 perc után, hozzák le, akkor az, az, egy, az egy, fix csere, ezt, ezt be lehet kalkulálni, de, de, szerintem ne, ne hátvédeket cserélgessünk be. Hát igen, abszolút. Jó, de minden esetre a lényeg az, hogy egyébként fölálltunk a 0-1 után, annak azért ez mindenképpen Persze, po igen, pozitív. Igen. Ami, ami, ami mert, szerintem... mert mindig... rosszul kezdődött ez, a, ez a mérkőzés. Igen. igen, tehát hogy, hozunk mindjárt számokat, ami alátámasztjuk, hogy azért ez tényleg egy jobb szezonkezdés volt, mint, a, mint az előzőek. Viszont uh... Viszont, és igen, és, és ugye pont, itt ugye van egy-két olyan meccs, amiket mondjuk tavaly nem húztunk volna be, vagy nem, nem x-re húztuk volna be, vagy, vagy nem gyertük volna meg, vagy nem fordítunk meg adott esetben és igen, tehát ebbe, ebbe biztos, hogy fejlődtünk, és és ez és, és vannak jó jelek, csak azért... Vannak olyan jelek is, amik meg azt mutatják, hogy hogy azért érdemes egy-két dolgon elgondolkozni, főleg a hátsó alakzatokban. Mindenképpen. De egyébként most ugye válogatott szünet jön, ami többek között arra is jó, hogy mindenféle hiányosságot gyakoroljunk, ami az első hat fordulóban előkerült. Ugye ebbe a válogatott szünetben majd még lesz egy Pécs elleni Magyar Kupa mérkőzés is, uh -huh. amiről hoztál valami információt, aztán pedig majd az MTK ellen. Folytatjuk a szezont hazai pályán, szeptember 23-án. Így van, igen. Közben gondoltam, jól elmondom, hogy kik kaptak válogatott meghívót, hm. ha már válogatott szünet jön. Csobot Kevin, már már, 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 már meg sem igen. lepődünk, igen. hogy a válogatott keret tagja ezen kívül Heinz Mörset behívták a dominikai válogatottba. Na egyébként nála egy pillanatra hogy megállt bennem az ütő, amikor megláttam, hogy meghívott, kapott. Vagy... Hogy, a, hogy, a, német válogatott? Hogy, hogy, igen, hogy bevonzottuk neki a német Nem, nem, de, nem mert, mert szerintem azt a, a lukamákra mondtuk. Igen. Ilyen, de nem, de még nem vonzottuk, be. Heinz Mörsert viszont elembe a dominikai válogatottba meghívót kapott. Fehér családot az U21-be hívták be, egyébként az életébe először. Igen, gratulálunk. Úgyhogy gratulálunk neki is és Kuszk pedig Észország nemzeti válogatottjába kaphat lehetőséget, hogy pályára lépjen. Egyébként elmondanám, mert ezt jól megnéztem, hogy eddig 25 válogatott meccse van. Uh -huh. Tim hol nem kapott meghívót. Nem? Vagy elkerült el Oké. Okay. Vagy nem játszott? Nem <coughs> játszott, nem biztos. Bocsánat. Jó. Beszéljünk arról... Kastrát is -e? Nem. Oké. Okay. Jó. Vagy, vagy, vagy eddig nem? Bár a múltkor lemondta egyébként, ugye? ilyen a sérülésért ja, dolgozni, tehát lehet, hogy mi ez még tovább. De egyébként, ha törre. meg úgy veszük a, a Káztrát is ebben a szezonban, vagy ahogy kezdődött, most már jobban játszik, mint a fú, melyik meccs volt az, amikor bűn rossz volt? Hát így most ezt nem tudom. Mindenesetre nála is van, van pozitív tendencia, nem, nem ja, kiegyensúlyozottabban szokott ennél játszani, most, most, szerintem ilyen még, még keresi a formáját. Szerintem most mondjuk nem volt annyira jó speciál a kis Márda ellen, most így erre emlékszem. De egy adott egy gólpaszt. Igen? Aha, az Ambróznak. Lehet. Biztos. Lehet. Oké, okay, biztos. Viszont viszont ugyanúgy hajt. Tehát ja, ezt, ja. Ezt, ezt soha nem lett elvenni tőle. Akkor, amivel én még készültem, az az, hogy milyen játékos mozgás volt még azóta, hogy a legutóbbi podcastunk kijött a Balaton partjáról, ha még nem láttátok, hát nézzétek meg. Szóval azóta a következő változások történtek az Újpest keretében. Egyrészt az imént említett észtországi válogatott behívó rendelkező Kuszk visszatért a Tallintól, eh, ahol ott is 25 meccsen lépett pályára, akár csak eddig a válogatottban, ez most veszem észre ezt az összefüggést. Jelenleg 325 ezer euróra tagsája a transfert és ebben a szezonban eddig, vagy mióta visszaért a Zete ellen lépett pályára. Aztán Jakobitól elköszöntünk. Mindenki morzsoljon el egy könnycseppet. 22. októberében érkezett, 19 meccsen lépett pályára, és kettő gólpassz fűződik a nevéhez. Aztán egy érdekes igazolás. Molnár Zsombor. Csapat nélkül van, még mindig megnéztem most. Jakobira még nem csapott le senki. Hát ő egy potenciális, látható, légijós lesz, néhány év múlva. Aztán érkezett Molnár Zsombor, aki U-21-es válogatott kapusa és a Vasas kötelékébe tartozik. Ő kölcsönbe érkezett. Egyébként a Vasas előtt megjárta felső tárkányt, egert, a tárkányt, egért, mezőkövesdet, de Vasas Kubala Akadémiát, és a tavalyi szezonban az MB2-ben a dorok kapuját védte a 17 mérkőzésen lépett pályára. Na most álljunk meg egy szóra. Igen. Ő ugye elvileg, ha jól számolom, akkor egy negyedik számú Igen, itt lenne felmerül, a rangistán. felmerülnek ilyen kérdések. Igen. Tehát hogy szerinted a, a, a hol helyezkedik el, és illetve hogy melyik csapatba szálljuk egyáltalán? Én igazából, mivel ahogy beszéltük is, ez egy ne nagyon nehéz kérdés, mert Mondjuk azt sem értem teljesen, hogy hogy került a Nikolicshoz a csapatkapitányi karszalag. Hát, ezt már Numero egy. Ezt meg kibeszéltük, igen. Numero 2 A Banai is ugyanolyan bizonytalan egy csomó helyzetben, mint ő. És mint ahogy az imént is említettük, egyáltalán nincsen megoldva a kapus kérdés. Úgyhogy... És még van egy hámoring. Van egy hámoring, de róla sose hallani túl sok mindent, úgyhogy én a azt feltételezem ezek alapján, hogy ő nem annyira rúghat labdába. Ami viszont érdekes, hogy, hogy igen, hoztunk egy negyedik kapust, aki ráadásul utánpótlás válogatott. És az MB2-be azért 17 meccsen védett az előző szezonban. Én nem csodálkoznék, hogyha ő azért érkezne, mert hogy Kapus gondjaink vannak. Én csak azt nem értem, hogyha az MB2-es vasas lemond róla, mert gondolom nem kapna a játék lehetőséget. Érted? Hogyha az MB2-be nem fér oda, akkor, akkor az MB1-be itt ide férne. Értem a kérdést. Okay, értem okay. a kérdést, jó a kérdés, de valami oka csak van annak, hogy letelt az átigazolási uh -huh, persze, időszak persze. az időszak azon része, amikor kb. A no normálisan halászhatsz, és ebben az időszakba mi elhoztuk őt. Uh -huh. Ennek szerintem egyébként azért kell, ha más nem, azért kell, hogy legyen üzenetértéke a többi kapus számára is. Hát igen, mondjuk egy 21 es kapustól azért lehet, hogy kapnak valamennyi nyomást, úgymond a, a felekükbe. Me -me. <síns> meglátjuk, meglátjuk minden Ezt esetre. Ez gondolom. Nem minden esetre kíváncsian várom. Aztán Szabó Bálint távozott kölcsönbe, uh -huh. a Csíkszeredára, ami a román másodosztályban játszik. Eddigi karrierjén Újpesten 18 mérkőzésen kapott lehetőséget, ahol egy gól és két gól fűződik a nevéhez. Aztán... Egyébként, bocsánat, közben csak annyi, hogy a, ez a Csíkszeredai projekt, állítólag ez egy elég ígéretesnek tűnik. Ott egy, ott egy labdarúgó akadémiát hoztak létre, a mm. magyarok, lehet, hogy a magyar állam is szerepet játszik benne. Azt tudom, hogy a László Csaba volt a szakmai igazgató. Mm. Azt hiszem, hogy egészen mostanáig, tehát talán a nyáron mondott fel, vissza akart menni edzősködni, és, és azt hiszem, a Babati Benyámin is odaigazolt. Mm. Pár híven ügyes a. volt a, a kis Babati. Ja aztán neki is elmúlt. Na, sokan Újpestnél is szerették volna látni egyébként. Ja, ja, akkoriban, amikor jól mennek. Még az is. is, azt hiszem. Aztán a ma már emlegetett Tóth Ákos ugye, szerződést kapott. Róla, az, amit tudom még, hogy az előző idényben ugye, az MB3-as csapatunknál játszott. Ott 33 meccs alatt 5 gólt termelt. És ha igaz, am amit olvastam, akkor a Futsál csapatban is pályára lépett, 11 meccsen és 9 gólt szerzett. Ebben nem vagyok biztos, ezt, ezt, hmm. ezt olvastam valahol. Erősítsétek meg, vagy cáfolyatok, meg bármelyik jó. Ez érdekes halalék. És aztán ugye a, itt az utolsó részében a, az átigazolási szezonnak az egyik legérdekesebb váltás ami szempontunkból, hogy Johan Kroázi Zalegerszegre távozott kölcsönbe, mi pedig megvásároltuk Tajti Mátyást mondjak mindenféle adatokat róluk, és aztán beszélgessünk erről a kérdéskörről? Igen, akkor... Kicserélt, kicseréltük a két tízesünket. A, tehát az, az alagyárszegre ment a mi tízesünk, ide jött az ő tízesük. Én nagyon szeretném leszögezni, hogy én nagyon-nagyon szerettem a Croazé játékát. Szerintem tényleg átkozott túl tehetséges és technikás és ügyes focista, és rendkívül szomorú vagyok, hogy, hogy nem nálunk folytatja, de vanne Nebolsa azért azt hiszem az, az elején világosá tette, hogy ő nem nagyon számol vele. Jelenleg egyébként 31 éves, 400 ezer eurót ér a transfermárk szerint. Újpesten kereken 50 meccsen lépett pályára, ezeken 8 gólt és 9 gólpaszt jegyez. 3207 percet töltött szeretett klubunk színeiben a pályán. Ugye, tavaly súlyos sérülést szenvedett kétszer is. Kétszer is. Igen és igen, több mint valószínű, hogy egyébként ez az, ami megpecsételte a sorsát. Hát, hogy igen, nem tudom, ennyi idősen, ilyen sérülés, biztos más lenne a, a, a helyzet fekvése, hogyha amikor már újra kezdett játszani, hogyha nem sérül le újra. Uh -huh. Így most egyébként jelenleg ugye MB3-as mérkőzések vannak a lábában, és hát nekem nagyon-nagyon hiányozni fog és hogy ha, ha, csak valami nem történik felem, akkor soha nem felejtem el azt a tavaszt, amikor a Beridzével és az Izivádzéval szerintem él, él, életveszélyes trívót szétszették az mb 1 et produkáltak, és az, az rég volt olyan annyira jó támadósorunk, mint amit ez a három klapek együtt művelt. Igen. Az nagyon-nagyon az jó, jó, volt. Szóval nekem akkor azért nagyon hiányozni fog. Ellenbe ő csak kölcsönbe megy Zalaegerszegre, uh -huh. ez is érdekes, erős, megoszthatjuk egymással gondolatainkat. Na, de kiérkezett, hát mondhatni cserébe, de nem teljesen, Tajti Mátyás, aki 25 éves, és akárcsak kroázi, 5 is 400 euróra taksálja a értékadott transfermel. Így van. Videóton U17, Felcsút, majd Felcsútról került a Barcelona utánpótlásába, Malaga, Diósgyőr, Zaglébiel Lubin, ezt sem tudom jól kimondani. Gerszeg, Újpest, ez a, ez a karrier, ugye ezek voltak a karrierének az állomásai. Egyébként ötszörös U21-es válogatott, amely mérkőzéseken egy gólt szerzett. A Barcelona, ez régi történet, de azért emlegessük fel. Szóval a Barcelona 2014-ben 15 évesen igazolta le az akadémiájára, és külön érdekesség, hogy ő úgy ment ki próbajátékra, hogy a Real Madrid is szerette volna, uh -huh. és hát a két, két klub közül a Barcelona mellett tette le a voksát. Sose tudjuk meg, hogy mi történt volna, hogyha a Real Madrid utánpótlását választja minden esetre. Így gondolom már háromszoros győztes lenne. Igen. Uh -huh. uh, olvastam vele mindenféle régi interjúkat, amiben a barcelonai kalandot ugye egyértelmű csalódásként élte meg elmondta többször, többféleképpen, hogy kiközösítve érezte magát, hogy nem nagyon ment neki a beilleszkedés, de legalább van egy közös fotója messzivel. igen, innen a malagai ifjúsági csapatához vezetett az útja, ahonnan a tartalék csapathoz került, és ott viszont bajnoki címet szerzett a spanyol negyedosztályban. Na, hát igen, és ezután, ezután jött a Diósgyőr, győr. Azért kiemelnék pár gondolatot Tajti Mátyástól 2016-ból. Ezt mondta akkor a Nemzeti Sportnak. Ha rajtam múlik, Magyarországra csak levezetni jönnék, reményeim szerint kb. 20 év múlva. Akkor lennék igazán elégedett, ha a Bundesligában, a Premier League-ben vagy a Láliga top 8 csapatának valamelyikében folyamatosan tudnék játszani. Hát nem 20 évvel később jött Magyarországra, és nem is levezetni. Ezért, ezért nagyon fontos mindig végig gondolni, hogy miket mondasz, mert mondom, ez 2016-ban mondott. Mert az, hogy... az internet nem fejel, nem fejel. Igen. Egyébként én arra emlékszem, és most lehet, hogy nem ő volt az, de, de én, én úgy emlékszem, hogy volt valaki, aki, aki kikerült a, a Lemásziára, ugye az a Barszának az akadémiája, és ugye hatalmas tehetségnek volt ki kiáltva, és ha jól emlékszem, akkor. akkor de talán ő volt az, hogy még a, a Fater is kiköltözött vele Barcelonába, és hogy a klub intézett neki valami állást, hogy, hogy, ugye el tudja magát tartani. Tehát ez egy bevett szokás a Barcelonánál, nem, nem, ez, ez nem hogy, 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 munkát intéznek a szülőknek. De hogy ugye nem beszélt spanyolul, katalánul meg főleg nem, és így igen, voltak nehézségek. Ugye. Hát az ja. ez egy nagyon kompetitív közeg, tehát ott a világ minden tájáról ugye össze, összegerebíznek mindenféle tehetségeket, és, és szerintem egy ilyen százból együtt elkábí a felnőtt csapat. Hát itt. egyébként igen, meg azért legyünk őszinték, hogy pont ez az, amit, ez most picit más, de szerintem ez azért inkább úgy működik, hogy akiket a, mondjuk a Messi kivételével, de hogy a, a Barcelona utánpótlásából nem a Barcelonába szoktak felkerülni jellemzően, hát, hanem mert hogy a Barcelona és akár csak a Real Madrid, azok kész topjátékosokat igaz, próbálnak igazolni mindig. Tehát ez, hogy te az utánpótlásból bejázd magad, erre sokkal kevesebb esély van. Inkább arra van esély, hogy, hogy jó alapokat szerezzél a, a játékról. Igen, tehát általában igen, tehát általában a felnőtt csapatba tényleg csak a szuper tehát akiket 16-17 évesen be lehet már tenni egy, egy BL meccsre, mondjuk, vagy egy, egy kielezett bajnoki meccsre is, azokat szokták fölvinni. A, a többség, tehát a most mondok, 98% abból pedig onnantól kezdve, hogy abba adja a focit, egészen a spanyol első osztály nem Real Barca, vagy nem BL csapataitól, egészen a spanyol harmadosztáig mindenhol meg lehet találni. Igen, Real ezt... Madrid, bármilyen nevel is. Jelentetős. Nem, de szóval igazából ezt ez csak azért mondjuk el szerintem, mert hogy valószínűleg ezt, amit most mi így ennyi időt összeraktunk az elmúlt másfél percben, ezt a 2014 tájéken a nemzeti sport újságírói nem tudták felfogni épésze, hogy az, hogy oda kerülsz, az korán sem jelenti. Ez azt nem azt, egyenlő, az, nem, a nem egyenlő. Az nem egyenlő az, szan... azzal, szan... hogy te a Barcelonába fogsz szan... focizni de mostanra valószínűleg ezért ezt mindenki összerakta már fejbe. No mindegy, szerint egyébként 89 meccset játszott, 9 gól, 12 gólpassz, passz, Diós Györbe pedig 35 meccsen 7 gólt szerzett, és a Lengyel Ligában pedig 3 mérkőzése volt. Ott meg a emlékeim szerint a szokásos a <kül> edzőváltás történt, és nem az az edző maradt, aki oda vitte őt, vagy valami ilyesmi történet. Minden esetre én nagyon szurkolok neki, hogy a benne lévő kvalitásai azok azok kijöjjenek Újpesten, mert nyilván nem véletlenül került olyan fiatalon ki a Barcelona akadémiájára, tehát hogy nyilván megvan benne a potenciál, uh -huh. de az is biztos, hogy ez eddig még nem annyira mutatkozott meg. Hát uh, akkor kezdem vele Jó. az összefoglalót. Tehát én egyébként uh, amikor az a játszott, akkor egy kurva idegesítő gyereknek tartottam. Azért, mert, mert nem rossz. És, és ne, nem, nem, kellemes ellenfélnek. És, és szerintem a, a, a csapatunkban mindenféleképpen kell egy olyan ember a középpályára, aki lát a pályán, aki gondolkozik. Nyilván egy és, kreatívabb és, igen, és beszélünk az ő esetében. És, és hogyha amikor a pályára jött, most ugye a, a Kisfárde ellen, voltak hibái, nem erről van szó, de, de láttam láttam benne azokat a mozgásokat, azokat a, a gondolatmeneteket, amiket mondjuk egy, igen, egy gondolkodó játékostól lát az ember. Tehát uh, itt szerintem szerintem vele sokkal-sokkal előrébb leszünk, mint egy, mint egy bárhonnan leigazolt klub nélküli játékossal. Ez az egyik fele. A másik fele az pedig az tényleg, hogy van egy múltja is. Tehát, tehát azért tudjuk, hogy, hogy kit vettünk, vagy... És még vagy, csak 25 éves. Vagy díleltünk. Egyébként ez vicces, mert, én azt hittem, hogy sokkal idősebb. Tehát én, én 28-30-ra tettem. Csak ugye olyan régóta van benne a közbeszédben, hogy, hogy ugye meg 15 éves korra óta tulajdonképpen, hogy, hogy ezért így idősebbre tettük ja, eredetileg. De minden esetre egyébként Isten hozta őt Újpesten, meg perszen, a többi érkezőt is, és igen, mindenkinek igen, nagyon igen, szorítunk, igen, hogy. Igen, én, én, én szerintem ha tehát ezekkel a játékosokkal, akik a csapattársai, játszótársai lesznek, szerintem neki is hálás feladata lesz, úgymond, hogy ki, tud, ki tudja őket szolgálni. és És ezek ez a, ez a, Kevin, Kis Tomé, eh, akkor a Ambrose, akárki csatár, Szászere, eh, hát nem tudom, nem is láttuk a csávot ja, hát, ja. Hetek óta, eh, illetve ő, ez, szerintem ez egy egész jó kis elegy lesz. Igen. egyébként az kérdés, hogy az, az érkezésével, hogyha bejátsza magát a kezdőbe, és nyilván nem a kis Há, biztos, igazoltuk. Biztos, hogy kezdő lesz. Biztos, igen, kezdő lesz. már csak azért sem, mert megkapta ugye a tízes számot a hátára. Szóval, hogy ez miképpen alakítja majd át a, csapatszerkezetet, csapat szerkezetet. ki lesz az, aki kikerül. Ez, ez, valószínűsítem, hogy ez már a válogatott szünet utára ez már meg fog történni. Vagy hát legalábbis elkezdődik az a folyamat, hogy, hogy, annak megfelelően, hogy ő megérkezett, változtatunk a, a játékunkon. És akkor ugye kb. eljutunk odáig, hogy Hamarosan lezárul az átigazolási időszak, azt hiszem, hogy szeptember 6-án, és utána már csak ugye klub nélküli tudunk igazolni. Én bízom benne, hogy, hogy, ez most nem ez lesz a, a módi. Igen. Ha még valamit akarunk garázdálkodni, akkor ezt most a következő napokban kell még elvégezni. Illetve hát egyébként én még azt akartam mondani, tehát hogy egyrészt mondom, én nagyon sajnálom a kroazi de a valószínűleg ők nem, nem, nem kompatibilisek ketten egymással. Egyébként én, ezt mondjuk nem, én így gondolom, mert azért a, a, Nebo is olyan játékosokat is visszahívott, akiket, akiknek mi már 5 forintot nem adtunk volna a, az újpesti karrierére. Tehát mondj egy példát. Jujic. Oké, de a Jujic jót futott az jó, oké, okay, mindegy, de jó a kruázi jó, is jó. futhat egy jót. Én, én úgy gondolom ezt az egész kérdéskört, ezt a kruázi kérdést, hogy, hogy, és, és, hogy, hogy miért ment kölcsönbe, és szerintem ez egyébként egy, egy jó jel is lehet, mert e, tehát a kruázit vetélni idézőjelben szerintem az egy elég felelőtlen dolog lenne. Ezért a kölcsön az egy jó döntés szerintem. Gondolom a stáb az mérlegelt, és ugye itt, itt két opció volt, ugye megmondta gondolom a Nebo hogy, hogy neki most így a Kroázi biztos, hogy nem kell ebben a formában, tehát hogy ő ráépíteni nem tud, valószínűleg nem tudom, olyan a fizikai állapot, a, stb. stb. Az MB3 az túl könnyű lenne neki, tehát ott nem olyan iramú meccsek vannak, ami, ami neki kihívás lenne, és akkor itt jön képbe az, hogy akkor adjuk kölcsön valahova, ahol ahol játék, játékban van, lehetőleg NB1-es meccsek legyenek a lábában, ugye NB2-ben olyan külföldi nem is lehet lepasszolni. És akkor így kézenfekvő, hogy, hogy, a, hogy egy, egy ilyen zalegerszeg kaliberi csapathoz kölcsön lehet Minden egyébként azt gondolom, hogy, hogy a, az Újpest járt jobban ezzel a... Vagy Szerintes. tehát ebben a pillanatban, mert mi a Tajtit megvettük, hát, a pedig úgy adtuk kölcsön, hogy igen, hogyha még ott fut egy jót, akkor még, lehet, hogy visszafut. Egyébként a, a pajti tehát nem, nem, egy más, hogy mondjam, tehát egymás mellett is működhetnek adott esetben, Igen. vagy valamilyen kombinációban. Tehát, hogyha mondjuk visszakapunk egy jó kroázit, aki egy meccsenként 45 percet tud egy segíteni, akkor, akkor az is szerintem De minden esetén azt gondolom, hogy ebből a, a kvázi játékos cseréből, de tudom, hogy hivatalosan nem így történt, de én azt gondolom, hogy az, az ebben a pillanatban az Újpest az, aki jobban jöhet Persze, ki. Persze, de nem tudom, anyagilag is. Tehát, hogy valószínűleg mi többet adtunk anyagilag, mint ők. Tehát, sőt, még lehet, hogy a, Kroáziának a, a fizetésének is egy részét esetleg mi fizetjük. Tehát, hogy ezt, ezt, nem tudom, hogy mi, mi a, a, matek mögötte. De játékos szempontból, itt játékos politika szempontjából egyértelműen mi nyertünk. Mert mi kaptunk egy, egy fix kezdőjátékost, ráadásul egy hiányposzton, és, és még a kroázi előtt se csuktuk be az ajtót. Igen. Abszolút. ja, ja. Szóval, azt hiszem, mindezt végig gondolva, mi a véleményed a komplet átigazolási szezonról, ami Újpesten történt? Hogyan értékelnéd? Hát szerintem, most nem akarok nagy szavakat használni, de szerintem a Dusateli érának talán a legtudatosabb átigazolási időszaka volt. Már, már az elején, tehát ahogy megnyílt a piac, kb. már jöttek a nevek, viszonylag korán tudtak csatlakozni a játékosok a kerethez, tehát ahol, akik ugye fix kezdők tulajdonképpen. Most nem azt éreztem, hogy inkább, tehát nem, nem azt éreztem, hogy kilóra akarunk -e embereket, meg létszárva, hogy meglegyünk már, és akkor, hogy legyünk már feltöltve, meg hogy legyen valami, hanem, hanem, hanem volt tudatosság benne, ugye, ugye a Nebojsa kérte is elvileg ezt, hogy, hogy tehát ő úgy folytatta elvileg, hogy úgy vállalta be ezt a szezont, hogy, hogy mögé teszik a csapatot. Hát most én azért még egy kicsit, hogy mondjam, több erősítést, vagy minőségbe is erősebb erősítéseket vártam alapvetően, de, de ez így nem rossz. Én én ez, van... ez, 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 már, ez, már egy igen, előrelépés tavalyi szezonhoz képest egyébként azt gondolom hogy magyar szinten tök jó játékosokat igazoltunk. Sőt igen tehát hogy a, a Tamás Krisztián is a tajti is a kis, kis Tamás, Tamás. Igen kis Tamás neki viszont egyébként még formába kéne rendülnie mert egyelőre még nem, nem találja a gólövő cipőjét uh -huh. meg meg ja, egyébként formáját. igen, a Kisvárda ellen is azt néztük, hogy, hogy, a, hogy ő játszott a, a bal szélen, és a Kevin a jobb szélen. Hogy szerintünk ez... Tehát szerintem a, Ke a Kevin kellett volna a bal szélen hagyni, és, 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 a kis Tomit a jobb oldalon. Úgy, úgy jobban veszélyesebbek lettünk volna. Jó, hát... Szerintünk. Oké. Okay. Tehát... Mindenesetre szerintem az, az elmúlt évek legreménykeltőbb átigazolásait Sikerült nyelbeütni, és hogy a, ami még fontos, hogy szerintem a kölcsönadásaink is jól sültek el. Itt az imént említetted a Jújicsot, másik pedig, hogy a Kuszk is szerintem az, hogy le, lehúzott 25 meccset úgy, hogy itt nem nagyon kapott volna lehetőséget. Őt ja. is úgy kapjuk vissza, vagy kaptuk, hogy játszott, hogy játékban Igen. van. Igen. És ezek mindenképpen sokkal tudatosabbak annál, mint amit korábban láthattunk. És egyébként ezt a számok is alátámasztják, támasztják, mindjárt Igen. -e, majd. Akkor Lát, még pár mérgele. dolgot kérdeznék tőled az átigazolási szezonnal kapcsolatba. Mondjam. Az egyik az, hogy kinek örülsz a legjobban, mint érkező, és kinek örülsz a legjobban, mint távozó. <laughs> hát érkezőbe most szerintem van egy-két játékos, akinek örülök alapvetően, vagy inkább örülök az érkezőknek, mint nem. Én a a lehetséges nyereség potenciál alapján én, én azt mondom, hogy a Tajti az egy jó igazolás mm. lesz. Én bele nagyon reménykedem, hogy, ő, hogy ő, ő, ő meg tudja sokszorozni akár a, a, a lehetőségeket, illetve a, a gólokat, asszisztokat. Tehát mm. én, 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 én nagyon szeretném, hogy ő beváljon, az, illetve ugye hát ő egy pontrugásokban is azért elég, elég biztos és az se egy utolsó szempont. A... Ez volt a kérdés, illetve hogy ki. Igen, hogy ki, meg kinek örülsz a legjobban távozott. Legjobban, hogy távozott. Tudom, <laughs> tudom, hogy ez egy, ez egy erős kérdés. <laughs> Figyelj, alapvetően, hogy menjem, tehát emberileg így nagyon senkivel nem volt bajom. Hát a tavalyi szezonban mondjuk a táló az, aki azt mondom, hogy jó, de, de nem, akarom nem, most nem akarok új Pesmezbe látni még egyszer. Egy nyári, nyári szezon, uh -huh. nyári, nyári játék az időszakban. Nem tudom, olyan, annyira, hogy annyira így nem. Hát a Kroázé fáj most. Jó, de a az a, kérdés, fél. hogy kinek örülsz, hogy elment. egy ja, örülök, hogy elmegy? <gül> <gül> Fyar, nem tudom, tehát ilyen... Nem nem, 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 tudok ilyet mondani. Jó. Én mondjuk örülök, hogy a Módriszki elment. Hát jó, oké, de mondom, tehát annyira nem hagytak ezek a játékosok nyomot bennem. Meg, meg hogy tehát a Jakobi. Egy, egy Jakobi, vagy egy Borello, mm. érted? Tehát, hogy nekem, nekem, ők annyira, nem tudom, ilyen, ilyen súlytalanok voltak, annyira szintelen szaktalanok voltak, hogy kb. észre sem veszett, hogy itt voltak, vagy nincsenek itt. Jó. És kit sajnálsz a legjobban, hogy távozott? Croazé. Jó. Bár, még Én... ha a kölcsönben is. Én is a Croisi, de mellett meg egyébként az Antonovot is sajnálom. Antonov, per, mert, igen, a, mert igen. az Antonov, a, azt a gyereket is nagyon-nagyon csíptem. Igen. Hát jó, én ezeket szerettem volna mondani. Nézzünk egy tabellát. Oké, okay, nézzünk egy tabellát, egy kicsit bővebben, mint ahogy szoktuk. Uh, ugye most itt a válogatott szünet miatt húzhatunk egy, egy ilyen, egy szünetünk lesz tulajdonképpen, ezért húztunk egy vonalat, hogy hogy a hat meccset eddig hogy teljesítettünk, és. és mond És a következő képen alakultunk: három győzelem, két döntetlen, egy vereség, 11-11 a, a gól arányunk. és ami érdekes egyébként, és ez fontos kihangsúlyozni, közben fogom a mikrofon, mert itt önálló életet kezdett élni, hogy az eddigi meccseinket az ellenfeleinknek a aktuális helyezése a következő. Harmadik. 8, 9, 10, 11, 12. Mm. Szóval ez azt jelenti, hogy inkább a hátsó régióval meccseltünk eddig, és a következő fele, úgymond a, a, a sorsonásunknak lesz a, a keményebb menet. Tehát a dobogósok, illetve a dobogó közeliek, úgymond a közvetlen riválisaink. És e, egyelőre, ugye, 11, e, bocsánat, tehát egyelőre igen, 11 pontot szereztünk, ami az ugye 6 meccsen, ami 1,83 pont per mérkőzés. Hogy, úgy jó az úgy. Ez így jó? Oké, okay, uh -huh. kösz. <coughs> ami azt jelenti, hogy ha ezt kivetítenénk mondjuk az egész évre, tehát a 33 meccsre, akkor 60,5 pontot érnénk el. De nyilván ez egy ilyen hipotetikus Ez egy, ez egy hipotetikus, és nem, nem így lesz valószínűleg, tehát itt azért tényleg a keményebb ellenfelek de 60,5 pont a jellegi formánk szerint, úgy mond, ami tavaly a második helyre lett volna elég egyébként. A Kecskevétnek volt 57 pontja, és a Nerencvárosnak volt 63. Tehát pont közéjük elődnénk be. Mondom, ez hipotetikus megközelítése jelenleg. Egyébként a tavalyi, tavalyi ilyenkori eredményünk hat forduló után három pont volt, három döntetlen, három vereséggel, és a hetedik meccsen jött ugye a, a, videóton elleni első győzelem. elmondhatjuk, hogy ezerszer jobban kezdtük ezt a szezont, mint a tavalyit. Így van. Sőt, igazából, mint az elmúlt szezonokat. Igen. Hoztam még egy kis összefoglalót a, a kupameccsünkről, ami a válogatott szünetben lesz. Ugye szeptember 16-án játszunk Pécset, 16 óra 45 perckor a Pécs ellen, Igen. <laughs> meglepő módon. Egyébként az ND sport fogja élőbe adni, de senki ne tántorítson el, hogy élőbe el Elmenjen utazol le Pécsre. Egyébként egy tök jó város, és uh, egy csomó kirándulásnak, de látnivaló van a környéken is, például Orfű. Remek klubok vannak a városban. Igen. És a Zsolnai Manufaktúra. Azt én még nem láttam. E, ami érdekesség egyébként, hogy e, jelenleg még veretlenek az nb 1 be tehát eddig Nem az nb 1 be Az nb 2 be elnézést. E, ma játszották le ugye a hetedik fordulót, a jelenlegi mérlegük három győzelem, négy döntetlen, a gólarányuk 4-0. Wow. Tehát az azt jelenti, hogy nem kaptak még gólt a hét meccsen. Na ezt a védelmet kell feltörnünk majd. Hát jó, de nekünk van egy ambrózunk. Mi szóval mitől féljünk? Szóval mitől féljünk, persze. Így van. Érdekes. De egyébként olvastam olyan, olyan visszhangokat, hogy azért vannak, akik egyszerűbb ellenfelet kaptak ezen a ponton. Hát egyértelmű, de persze. én meg azt mondom, hogy Nebolsa is kilátásba helyezte, hogy ismét a kupa kívánunk harcba szállni. Ezért azt gondolom, hogy a, az MB2-es veretlen Pécs már amennyiben ne volt a célkitűzése reális, akkor ez nem jelenthet gondot számunkra. Hát. Ugye, kupa specialistaként tudjuk, hogy, hogy ahhoz, hogy megnyerjük a kupát, mindenkit meg kell verni, a közutomba kerül. És meg is fogunk mindenkit És verni. Uh, igen, tehát, hogy most a Pécset kaptuk volna, vagy egy másik ilyen bb bár ilyenkor még nem kapunk el eset mert ugye van, van kiemelés, de. Igen, minden, mindenkit le kell gázolni, aki, aki szembe jön velünk. Igen, és utána pedig szeptember 23 MTK. Az is hazai pályán. Antonov hazatérése. Jó. Ja. Találkozunk akkor kína stadionban. Azt hiszem, én ennyit szerettem volna. Igen. Érjük. Te is? Igen. Jó, szuper. Akkor írjátok meg nekünk például azt, bármit az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy ha más másmilyen véleményen vagytok, vagy ha egyetértetek, illetve hogy kinek örültök a legjobban, hogy érkezett. A kapus kérdés, hogy gondoljátok. kérdés. Igazából bármit ezzel a dologgal kapcsolatban. Védelem. Védelem. Ja. Azt hiszem sok, sok minden dolgot érintettünk most ebben mm -hmm. az epizódban. A lényeg, hogy jövünk majd valamikor az MTK meccs után terveink szerint. Addig is, meg mindig is. Hajrá lélek. Hajrá lélek. Sziasztok. Sziasztok.